Veszélyt jelent a vírus esetleges behurcolása külföldről, mondta Orbán Viktor, az operatív törzs ma tesz javaslatokat a kormánynak. Nem jó a helyzet a környező országokban, Romániában rekordot döntött a napi fertőzöttek száma, a szlovákok korlátozásokat terveznek. Taktikát váltottak az utcára vonulók, Szerbiában napokon keresztül törtek zúztak, tegnap elmaradt a rombolás. Mérföldkőnél a Liget projekt, megépült a Magyar Zeneháza, különleges tetőszerkezete világszenzációnak számít. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Jó napot kívánok, Józsa Anett vagyok. A vírus elleni első csatát megnyerte Magyarország, de ez csak egy csata volt, nem a háború, jelentette ki Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök rámutatott, hogy a vírus behurcolása külföldről az, ami veszélyt jelent, ezért az operatív törzs ma délig kapott határidőt, hogy javaslatot tegyen a védekezésre. Orbán Viktor aggasztónak nevezte a környező ország számait, és leszögezte, hogy Magyarország biztonságos. Egy csatát megnyertünk. A fertőzés első nagy hullámát letörtük, most a gazdasági következmények enyhítésével foglalkozunk, és készülünk arra, hogy mi lesz, mert vakcina továbbra sincs, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor úgy fogalmazott, amíg nincs vakcina, addig nem tudjuk eltenni láb alól az ellenséget, amit most egy vírus testesít meg. Az veszély, amit most én itt meg tudok nevezni önnek, azt úgy hívják, hogy behurcolás. Újabb korlátozásokra kell számítani itthon a járványhelyzettel kapcsolatban, de hogy milyenekre, azt még nem lehet tudni, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette, minden hazai fertőzés esetén a behurcolás áll a háttérben. Ezért az operatív törzs ma délig kapott határidőt, hogy letegyen egy javaslatot az asztalra, ami a behurcolás elleni védekezést tartalmazza. Operatív törzs délben tesz nekem egy jelentést, és akkor folytatjuk a tanácskozást. Ma, holnap szerintem döntéseket tudunk hozni. Még egyszer aláhúzom, Magyarország biztonságos. A behurcolás a probléma. Én értem, hogy mindenki nyaral, nyilván mi is ezt fogjuk tenni. Az embernek egyszer egy évben látnia kell a tenger, de most mégis inkább az legyen a jelszó, hogy több Balaton, kevesebb Adria, és akkor a járvány is féken tartható lesz. A miniszterelnök kifejtette, a környező országokban mért számok aggasztóak. Ugyanis a fertőzöttek száma Horvátországban két hét alatt a kétszeresére, Szerbiában pedig a négyszeresére nőtt. Ezen kívül Romániában és Szlovéniában sem jobb a helyzet. Hárommal emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma itthon, közben tovább csökkent az aktív fertőzöttek száma. Az előző naphoz képest 53-mal kevesebben, 689-en vannak. Elhunyt két idős krónikus beteg, 133 beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen. Több itthoni esetben is lezárult a kontaktkutatás, Mezőkövesden egy általános iskolát kellett bezárni koronavírusos eset miatt. Az egyik tanár betegedett meg, akinek ugyan voltak tünetei, de mégis bejár dolgozni. A kontaktkutatás 21 személyt tárt fel, akik közül többen meg is betegedtek. Továbbá egy továbbképzésen 17 emberrel került kapcsolatba. A másik eset Tolna megyében történt, ahol egy külföldről esküvőre hazaérkező vendégről derült ki, hogy koronavírusos. Itt a teljes násznépnek, mint egy 60 főnek kellett karanténba vonulnia. A betegségek zöme az úgy alakul ki, hogy külföldről érkező személyekkel kerülnek kapcsolatba magyar állampolgárok. Egy ilyen eset történt Tolna megyében, ahol egy esküvőre érkezett Ausztriából egy tanú. Itt 60 személy került házi karanténba, illetve megfigyelés alá, mert nyilván a rendezvényen kapcsolatba kerültek velük. Az osztrák állampolgárnak a hazautazás után derült ki a betegsége, tehát ő egyébként tünetmentesen és betegségtől mentesen érkezett az országba az akkori adatok szerint. Hazautazását követően egy munkahelyi fertőződés miatt derült ki, és a nemzetközi jelzőrendszer segítségével kapott értesítést a Nemzeti Népegészségügyi Központ erről a betegségről. Ezt követően történt meg a kontaktkutatás, és így a 60 személy megfigyelés aláhelyezése is megtörtént. Esetükben már a napokban le is telik a 14 napos hatósági házi karantén.
Megdőlt minden eddigi rekord Romániában a napi fertőzöttek számát tekintve. Soha egy nap alatt még nem regisztráltak annyi új beteget, mint most. Összesen több mint 600-at. Szlovákiában a májusi adatokhoz képest 10-szeres a növekedés. A szlovák kormány korlátozásokat tervez azokkal szemben, akik olyan országból térnek haza, ahol drámai a fertőzöttek számának növekedése. Hetek óta egyre több az új fertőzött Szerbiában. Az elmúlt 24 órában 266 embernek lett pozitív a tesztje. Az előző napokban ez a szám tartósan 300 fölött volt. Az elhunytak száma napi 10 körül mozog. A legfőbb gócpontnak Belgrád számít, tehát az esetek 80%-a itt van. Azt mondják a járványügyi szakemberek, hogy a korábbi gócpont, tehát Szandzsákban, Novi Pazar városában, illetve Szjenicában valamelyest enyhült a járvány, és hát továbbra sem jók a mutatók Vajdaságban sem. Az elmúlt 24 órában 80 fertőzöttet regisztráltak, és az egyik gócpont Vajdaságban Újvidék. Szlovákiában a külföldről hazatérőkkel kapcsolatban terveznek korlátozó intézkedéseket. A szlovák kormány SMS-ben venné fel a kapcsolatot minden olyan szlovák állampolgárral, aki az úgynevezett vörös zónából, vagyis a legfertőzöttebb országokból tér haza. Az SMS-ben felszólítanák őket arra, hogy vonuljanak karanténba, ne menjenek ki például a társadalomba, lehetőleg ne találkozzanak senkivel, és 5 napon belül pedig elvégeznék rajtuk a koronavírus tesztet, amelyet az állam finanszírozna. Hogyha ezt nem teszik meg, tehát nem teszik meg a szükséges óvintézkedéseket, akkor pedig magas összegű pénzbírságra számolhatnak. Szlovákiában májusban átlagosan napi 5 új esetet regisztráltak, csütörtökön viszont egyetlen nap alatt 53-at. A 10-szeres emelkedés miatt a szlovák kormány azt tervezi, hogy ismét az utcán is kötelezővé teszi a maszkviselést. 600 új beteget regisztráltak egyetlen nap alatt Romániában, ami a járvány kitörése óta a legmagasabb szám, és soha nem volt ilyen magas az aktív fertőzöttek száma sem, ami 8000. A járvány terjedését az is elősegíti, hogy egy alkotmánybírósági döntés értelmében egy hete senkit nem lehet karanténra kötelezni, még akkor sem, ha a legfertőzöttebb országok valamelyikéből érkezik haza. A törvény várhatóan egy hét múlva ismét hatályba lép. Kérdés, hogy milyen következményei lesznek a csaknem 2 hetes karanténmentes periódusnak. Egyébként ezt ellensúlyozandó, ebben az időszakban szigorúban ellenőrizték a kötelező maszkviselést és a vendéglátóhelyeket is. A román hatóságok egyelőre nem vonták vissza az eddigi lazításokat, de elhalasztották az éttermek beltéri részeinek július 1-jére tervezett megnyitását. Angliában és Skóciában mától nem kell karanténba vonulniuk a Magyarországról érkezőknek. A karantén kötelezettség alól azok a beutazók mentesülhetnek, akik az elmúlt 14 napban nem jártak olyan országban, amely nem szerepel a londoni kormány által összeállított listán. Ezen nincs rajta Szerbia, Spanyolország, Svédország, az Egyesült Államok, Kína, Szlovákia, Szlovénia és Románia. Egyetlen nap alatt több mint 200 000-rel nőtt a koronavírus fertőzöttek száma a világban. Az Egyesült Államokban pedig ismét rekordszámú 64 000 új beteget regisztráltak. Ezzel az Egyesült Államokban 3 110 000-re emelkedett az ismert esetek száma. A héten már volt egy rekord, kedden több mint 60 000 új fertőzöttet igazoltak egyetlen nap alatt. Szakértők szerint a járvány azért lángolt fel, mert egyes államokban túlságosan korán indították újra a gazdaságot. Mások szerint viszont az elmúlt hetek zavargás járultak hozzá a fertőzések terjedéséhez. Azok után, hogy napokon keresztül törtek, zúztak a randalírozók a szerb fővárosban és több más vidéki városban is, úgy tűnik ezúttal taktikát váltottak. Tegnap békés maradt a megmozdulás. A szerb kormány tagjai és az államfő is hatalomátvételi kísérletről beszél. Alekszandar Vučić arra is rávilágított, hogy a balliberális mainstream média a rendbontók oldalára állt és hamisan számol be a szerbiai eseményekről. Miközben ugyanis rendőri erőszakról cikkeznek, valójában a zavargók támadtak a rendőrökre. Volt olyan egyenruhás, akinek mindkét lábát eltörték. Duda és fügyszó, ennyi hallatszott Belgrád utcáin, miután ismét tömeg vonult a szerb parlament elé. A megmozdulás ez alkalommal sokkal békésebb volt az előző napokhoz képest. A rendőrségnek sem kellett beavatkoznia.
Csak hogy az elmúlt napokban éppen az utcára vonulók alkalmaztak erőszakot a rendőrökkel szemben. Törtek, zúztak, randalíroztak. A zavargások kedden este kezdődtek, a dühöngő provokátorok kővel dobálták meg a parlament épületét, rátámadtak a rendőrökre, volt, ahol molotov koktéllal, üveggel, kövekkel dobálták őket. Később pedig betörtek a Skupština épületébe. A rendőrség könyvgázzal oszlatta szét a randalírozókat. A zavargások azután kezdődtek, hogy Alexander Vučić kedden bejelentette, péntektől ismét hétvégi kijárási tilalmat vezethetnek be Szerbiában a koronavírus fertőzöttek számának drasztikus növekedése miatt. Zavargások első napjaiban hallottuk ezt, hogy tulajdonképpen ez ellen tiltakoznak. Most viszont tegnap is és tegnap előtt is gyakorlatilag nem is tagadják az utcára vonulók, tehát a megmozdulásokon, amely most már több városban is tart, ugye Belgrádban, Újvidéken és Nisben is volt tegnap este is, tehát nem is tagadják, hogy tulajdonképpen a szerb államfőt akarják meneszteni. A Párizsban tárgyaló Alexander Vučić szerb elnök a zavargásokról azt mondta, olyanok szervezik a megmozdulásokat, akik komoly kárt akarnak okozni Szerbiának. A demonstrációknak nincs közük a koronavírus járvány miatt intézkedésekhez. Itt arról van szó, hogy a zavargások szervezői így akarnak hatalomra jutni, anélkül, hogy a legutóbbi választásokon részt vettek volna, fogalmazott az államfő az ellenzék egyes politikusaira utalva. Georg Spötle, biztonságpolitikai szakértő, az M1-en azt mondta, a szerbiai zavargások kísértetiesen hasonlítanak az amerikai eseményekhez. Itt is provokátorok hergelik az utcára vonult tömeget. Mint mondta, Belgrádban a rendbontók gyújtogattak és rátámadtak a rendőrökre. Abban a liberális média mégis rendőri brutalitásról beszél. Agresszívak, de viszont a rendőrségre kenik. Tehát mikor a rendőrök ugye könygázt vetnek be, vagy gumibotot vetettek be, amikor megpróbáltak behatolni a parlamentbe a zavargók, akkor ugye másról se lehetett olvasni abban a liberális szerb sajtóban, vagy a nyugati sajtóban. A New York Times is például lehozott egy nagy cikket ma, és ott is azt írták, hogy extrém rendőri brutalitás lehetett tapasztalni Belgrád utcáin, tehát értelemszerűen beállnak a zavargók mögé. A belgrádi válságstáb csütörtöki ülésén úgy döntött, sem Belgrádban, sem másút nem lesz kijárási tilalom, annak ellenére, hogy a héten minden nap 300 körül alakult a napi új fertőzöttek száma. A fővárosban azonban korlátozzák a vendéglátóhelyek nyitvatartását, és megtiltottak minden 10 főnél nagyobb tömeget vonzó rendezvényt, így az utcai megmozdulásokat is. Áttörés van a foglalkoztatottság alakulásában, erről is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a kormányzati beavatkozásokkal több mint 1 millió ember munkahelyét mentették meg. Áttörés van. Áttörés van a foglalkoztatottság alakulásában, erről is beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A kormányfő kifejtette, 4,5 millióan dolgoztak Magyarországon a koronavírus járvány előtt, a mélyponton ez 4.370.000-re csökkent. Azonban ez a trend az elmúlt hetekben megfordult. Többen lépnek be dolgozni, mint amennyien kilépnek. Ez azt jelenti, hogy elkezdett nőni a munkából élő emberek száma, és elkezdett nőni a munkahelyek száma. Én szerintem ez nem egy tisza virág életű, rövid, egy-két hetes jelenség. Látom ennek a mélyén a szerkezeti okokat. Azért több mint 1 millió embernek a munkahelyét mentettük meg kormányzati beavatkozással. A miniszterelnök hozzátette, 70-80 ezer között van azoknak a munkahelyeknek a száma, amelyeket létrehoztak azzal, hogy fejlesztéseket támogattak. És a közmunkában lévők száma 90 ezerre nőtt. Tehát az állam minden eszköz bevetett, ami ahhoz kell, hogy a munkahelyeket megvédjük és újakat hoztunk létre, és úgy látom, hogy jó helyen avatkoztunk be, jó ütembe hoztuk meg a döntéseket, és az eredmények látszanak, tehát magához tér a magyar gazdaság, és ami a legfontosabb, hogy ismét lesz mindenkinek munkája. A kormányfő arról is beszélt, a válságnak van egy késleltetett hatása is, ezért a gazdasági operatív törzs Varga Mihály pénzügyminiszter vezetésével már most dolgozik azon, hogy felkészüljön arra a január környékén várható újabb megpróbáltatásra, ami a mostani válságból következik. Igazságosnak, rugalmasnak kell lennie a koronavírus járvány utáni gazdasági újraindítást célzó EU-s hitelcsomagnak, amelybe nem szabad belekeverni a politikát, közölte a kormányfő.
Orbán Viktor leszögezte, Magyarország meg tudná vétózni az EU közös hitelfelvételét, de ehelyett inkább arra törekszik, hogy a tagállamok kimondják, a pénzt a gazdaságok fejlesztésére kell fordítani, és hogy nem korlátozzák egymást a felhasználás módjában. Most egy korábban nem ismert megoldással próbálkozunk. A kormányfő a következő uniós költségvetéssel és hitelfelvétellel kapcsolatban a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, a járvány miatt több nálunk gazdagabb, de sérülékenyebb ország is térdre kényszerülhet. Ezért gyors pénzügyi segítségre van szükség. Ezért a költségvetés mellé odabigyezt az Európai Unió a tervek szerint egy magyar elme számára felfoghatatlan méretű, nagyságú pénzügyi, gazdasági újraindítást szolgáló csomagot. 750 milliárd euróról beszélünk, nem is tudom forintban mit jelent, mert annyi nullói nem fér fel egy sorba a papírra. Orbán Viktor hozzátette, ez a pénz nincs, tehát hitelt kell felvenni, amit vissza is kell fizetni. Úgy fogalmazott, a magyar emberek fejében az adósság a legrémisztőbb dolgok közé tartozik, és ő nem szereti ezt a megoldást, de az Unióban 27 tagállam van, és a németek, a franciák, valamint a legrászorultabb déli államok már megegyeztek a csomagról. Meg tudnánk vétózni, mert egyhangú döntés kell. Tehát Magyarország mondhatna azt, hogy nem. 26 országgal találnánk magunkat szembe, és ha benn vagy egy közösségben, és még közösség tagjai vagyunk, akkor ezt csak a legvégső esetben szabad megtenni a nemzeti érdekeid szempontjából. Itt látok lehetőséget arra, hogy ugyan hitelfelvétel lesz, de próbáljuk csökkenteni ennek a kockázatát. Ki kell mondani, hogy ezt a pénzt a gazdaságok fejlesztésére kell fordítani, és ne korlátozzuk egymást annak eldöntésében, hogy hogyan használjuk fel, mondta a kormányfő, aki kiemelte, egy dolgot mindenképpen el kell kerülni, mégpedig, hogy belekeverjük a politikát. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a nagyszájú liberálisok civilizálatlan viselkedésére jellemző az Unióban, hogy azzal fenyegetik a nekik nem tetsző országokat és politikai szereplőket, hogy majd pénzügyi szankciókat fűznek a magatartáshoz. Mindenkit megtámadnak, aki nem migrációpárti, mint ők, aki védi a családokat tőlük eltérő módon, és aki a nemzetét szereti, vagy a keresztény tanítást még érvényesnek tekinti. Ez a nagyszájú balliberális hőbörgés, ha szabad így fogalmaznom. Ez nagyon jellemző, és az mindig megpróbál politikai szempontokat, a saját ideológiai szempontjait hozzácsatolni az Európai Unió gazdasági kérdéseihez. Ez zsákutca. Ezt nem szabad megengedni, mert hogyha a pénz elköltéséhez ilyen típusú ideológiai, politikai szempontokat kapcsolunk, akkor az a pénz biztosan rosszul lesz elköltve, és ennek az árát a gyerekeink meg az unokáink fizetik meg. Tehát helyes, ha világossá tesszük, hogy semmilyen politikai feltételt nem lehet összekeverni gazdasági döntésekkel. Európa bajban van, a gazdaságot kell rendbehozni, és nem jogállamisági vitákkal kell foglalkozni. Mert ha a kettőt összekeverjük, nem lesz gazdasági újraindítás, és nem lesz költségvetés, jelentette ki a miniszterelnök. Rendkívüli ülést kezdeményezés egy országgyűlési határozati javaslatban áll ki a magyar érdekek mellett a Fidesz-KDNP frakciószövetség, jelentette be a KDNP frakcióvezetője. Simicsko István elmondta, a jövő hét második felében Európai Uniós csúcs találkozó lesz, ahol az Unió 7 éves költségvetéséről és egy 750 milliárd eurós hitelfelvételről dönthetnek az állam és kormányfők. Mint fogalmazott, fontos, hogy erről a magyar képviselők is vélemény nyilvánítsanak, ugyanis a magyar kormány támogatja az EU hitelfelvételét, de csak bizonyos feltételekkel. Mi azt szeretnénk, hogy Magyarország nemzeti szuverenitása megmaradjon. Szolidárisak vagyunk az Európai Unió többi tagállamával. Látjuk, hogy milyen bajok vannak más tagországokban. Mi kiállunk ezek orvoslása mellett, és én arra is szeretném fölhívni a figyelmet, hogy esélye és lehetősége van mindenkinek a hitvallásra. Én abban bízom, hogy, és ezúton fel is szólítjuk a parlament valamennyi frakcióval rendelkező pártját, hogy valamennyi frakció, valamennyi képviselője támogassa ezt az előterjesztést majd. A baloldali kamu videó álmentősének, Németh Attinának az ikertestvére az a Németh Károly, aki a Hírklik nevű portálnak állította, hogy az általa forgalmazott koronavírus tesztgépet méltatták a szakemberek. A rokoni kapcsolatot Németh Attina lánya erősítette meg az M1-nek. Az elmúlt napokban egyre kevésbé lehetett követni, hogy Németh Károly mikor, kinek és mit mond. Az M1-nek vasárnap a Hírklikken megjelent állításainak az ellenkezőjét mondta, miközben a férfi és a portál egymást is csúsztatással vádolta.
A baloldali hírklik egyébként korábban az első között közölte a baloldali álmentős kamu videót is. Ön ismerte el az előbb, hogy vannak olyan állítások a hírklik cikkében, amelyeket nem vagy nem úgy mondott? Ez így van, ezt én most el fogom majd intézni a hírklikkel. A hírklik csúsztatásokkal közölte a vele készült interjút. Néhány napja ezt állította az M1 kamerája előtt Németh Károly, aki a baloldali portálnak korábban egy koronavírus tesztről nyilatkozott. Az interjú szövege szerint az általa megkeresett hazai szaktekintélyek valamennyien méltatták a műszert, csak hogy Németh Károly a híradónak egy nappal később már azt mondta, a berendezést nem mindenki dicsérte. Tehát magyarul nem méltatták a gépnek az eredményeit. Igen, sőt, mélyen degradálták a gépet. A hírkliknek adott interjújában azonban több olyan részlet is szerepel, miszerint a szakma professzorai által méltatott tesztet csak azért nem vásárolta meg a kormány, mert azon nem tudott volna pénzt keresni. Németh Károly az ikertestvére. Németh Gertrúd a tényének, mert a Németh Attilának ez az igazi neve. Németh Károly a baloldali kamu videóban szereplő álmentős Németh Attila testvére. Ez derül ki abból az interjúból, amit Németh Attila lánya adott csütörtökön az M1-nek. A nevét és arcát nem vállaló nő a híradónak telefonon azt mondta, mostanra nagybátyjával sem tartja a kapcsolatot, mert évekkel ezelőtti találkozásukkor édesanyjához hasonlóan nála is azt tapasztalta, hogy a férfi nem tud különbséget tenni hazugság és valóság között. Mesélt. Tehát látható volt az, hogy kitalált dolgokról beszél, irreális történeteket, történetekkel szórakoztatta a családot. Németh Attila lánya az M1-nek azt is elmondta, úgy tudja, a két testvér most is szoros kapcsolatban áll egymással. Én úgy hallottam, hogy ott jelen pillanatban az anyámat, a Karcsi, az, aki jelen pillanatban anyagilag támogatja. Ez a nagyszerű asszony azon túl, hogy főállásban mentőtiszt. A testvérpár női tagja, Németh Attila nemrég a Szocialisták kamu videójában tűnt fel állítólagos mentősként. Ő az, akiről azóta kiderült, soha nem dolgozott sem az országos mentőszolgálatnál, sem más betegszállító cégeknél. Lánya a Hír TV-nek úgy fogalmazott, anyja gyerekkora óta megrögzött hazudozó, a 90-es években pedig kuruzslásért és sikkasztásért ítélték el. Többet magával végállomáson lévő bódékat adtak el a BKV-nak a tulajdonából, és ennek az összegét sikasztották el. A hírklik ennek ellenére akkor is az elsők között közölte az elmentőssel készült baloldali kamu videót, később pedig Kóros Lajos magyarázkodásának írott változatát is feltették az oldalra, még azelőtt, hogy az MSZP honlapján megjelent volna a videó. A szövegben ráadásul egy feltehetően Kóros Lajosnak címzett utasítás is olvasható volt, vagyis a szerkesztőség vélhetően a Szocialisták videójának egy belső leíratát kapta meg, amit ellenőrzés nélkül tehettek fel az internetre. Most Németh Attila testvérével, Németh Károllyal is a hírklik közölt először interjút. A témában írt cikkeik egyikét pedig az MSZP-s Kóros Lajos is megosztotta. Az őszi törvényalkotás egyik legfontosabb kérdése a gyermekek védelméről szóló törvények megalkotása lesz. Erről is beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt felfüggesztett börtönre ítélt Kaleta Gábor volt perui nagykövet ügyére reagálva. A miniszterelnök leszögezte, ebben a kérdésben nem szabad kompromisszumot kötni, a gyerekeinket meg kell védeni. Én nem akarok ebbe beletörődni, nincs ennek az ügynek vége, és nem akarom, hogy az ország úgy érezze, hogy olyan kormánya van, amely azt magyarázza meg, hogy egy erkölcsileg kényszerítő erejű helyzetben miért nem cselekszik. Tehát, ha nem tudunk, és nem is javaslom, hogy ellenőrzés alá vonjuk az ügyészséget meg a bíróságot, mert most a világban nem így vannak a dolgok elrendezve. Lehetnének éppen másképp is, de most ezek a szabályok, amik szerint éljük az életünket, az alkotmány is ezeket a kereteket jelöli ki. Akkor használjuk azokat az eszközöket, amelyek a kormány meg a parlament rendelkezésére állnak. Vannak ilyen eszközök. Ez a jogalkotás, a törvényalkotás. Akkor hozzuk meg azokat a törvényeket, gyerekvédelem nagy összefogó neve alatt, ami a pedofiliára, a gyerekek kizsákmányolására, a kábítószerre, az internetről ránk leselkedő veszélyekre, és még jó néhány más kérdésre megnyugtató választ tud adni a szülőknek.
Mérföldkőhöz érkezett a Liget projekt, elkészült a Magyar Zeneháza, különleges lyukakkal áttört hullámzó tetőzete. Az épület szerkezet kész állapotba került és elérte a legmagasabb pontját. A projekt miniszteri biztosa azt mondta, ez a ház a világ egyik legizgalmasabb ilyen típusú intézménye lesz. Bán László hangsúlyozta, a magyar zenének eddig nem volt ilyen történeti kiállítása, ahol lesz interaktív tárlat, állandó és időszakos kiállítás is. Nincs két párhuzamos eleme, nincs derékszöge, tervezésében minden egyedi és különleges. Így néz ki most madártávlatból a Magyar Zeneháza hullámzó tetőszerkezete. Európa egyik leglátványosabb építménye, szinte beleolvad a környezetbe. A tetőzetét 100 egyedi tervezésű lyuk töri át, melyeken a Liget fái átbújnak, de innen indulnak az úgynevezett fénykutak is, amelyek egészen az alsó szintekig vezetik be a fényt. Ez már az épület belseje, már első látásra is lenyűgöző, eddig nem látott tervezői és mérnöki megoldásokat alkalmaznak a készítésénél. Ilyen például, hogy az épületet hatalmas üvegtáblák ölelik körül, az üvegfal méretei miatt is igazi kuriózumnak számít Európában. Egy város életében is nagyon ritkán adódik olyan lehetőség, hogy ilyen ikonikus középületek, mint a Magyar Zeneháza megépüljenek. A Városliget ZRT vezérigazgatója azt mondta, a Magyar Zeneháza akár évszázadokig is meghatározhatja Budapest arculatát, már csak az épület miatt is érdemes lesz a magyar fővárosba látogatni. De a tartalom természetesen nem áll külön. Az épület egy hármas osztattal, egyfajta zenei csodák palotájaként működik, ahol lent a térszín alatt egy állandó és egy időszaki kiállító tér mellett egy különleges hangdóm is helyet kap majd. A földszint a zenéjé, hiszen itt koncerttér, szabadtéren és fedettéren egyaránt megtalálható. Az épület kivitelezése jó ütemben halad, a Magyar Zeneháza szerkezet kész, erről már a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa beszélt. Olyan monumentális térélményt hoz létre, ami egészen egyedi. Bán László hozzátette, óriási társadalmi összefogás sorakozott fel a Liget projekt mellett. Az emberek és a különböző szervezetek több mint 90%-ban támogatják a teljes befejezést a Karácsony Gergely vezette fővárossal szemben. Bán László úgy fogalmazott, a főváros nem tud szakmai érvet felhozni a három épület megépítése ellen, csak politikai érveik vannak. Egy nagyszerű épülettel gazdagodik a főváros, és reményeink szerint egy érvet ad arra, hogy ebben a fennálló vitában kormány és a főváros között miszerint érdemes-e tovább építeni a még fennlévő kérdésű épületeket, új nemzeti galéria, a Magyar Innovációház, a Városligeti Színház. Ez egy erős felkiáltó jel lesz, egy nagyon erős érv, hogy igen, érdemes olyan fejlesztéseket végrehajtani, amelyek gazdagítják a várost. Az épülő beruházások közül még idén elkészül a mélygarázs az 56-osok terén. Őszre pedig további új sportpályákat, kivilágított futókört, kutyás élményparkot adnak át a Városliget látogatóinak. A Magyar Zeneháza a tervek szerint 2021 végére készül el. Több mint 120 megváltozott munkaképességű embernek ad munkát egy Sajó-Szentpéteren nyílt új üzem. Az 500 négyzetméteres csarnokban gyártott síbakancsokat Európa szinte minden országában értékesítik majd. Az átadón Kövér László házelnök úgy fogalmazott, az értékteremtő munka az egyetlen út Európa jövője szempontjából. Az európai jövőnek csak az értékteremtő munka lehet az alapja, semmi más. Az Európai Uniónak nem adósságuniónak, nem segélyuniónak, hanem munkauniónak kell lennie, mert csak így biztosítható 500 millió uniós polgár méltósága, jóléte és biztonsága. Felújították a tatai szivárványóvodát, kicserélték az ablakokat és a kazánt, emellett az elektromos rendszer és a szigetelés is megújult. Komárom-Esztergom megyében csaknem 3 milliárd forint értékben pályázhatnak energetikai korszerűsítésre az intézmények. Az óvoda átadóján Vitályos Eszter, Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár azt mondta, a tatai beruházások hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok a térségben maradjanak. Egy olyan városnak, amelynek vannak óvodái, vannak jó iskolái, jól működő oktatási rendszere van, biztonságos egészségügyi szolgáltató rendszere van, van megtartó ereje, van jövője, hiszen a fiatalok helyben maradnak, a jövőjüket, a családjukat, a közös életüket itt képzelik el.
Rendszeres körjárattá tették a Nagymaros és Zebegény hajójáratot, amely a vasúti közlekedést helyettesítette az elmúlt hetekben. A vasúti pályaszakasz még június közepén vált járhatatlanná, amikor az esőzés több mint egy kilométernyi szakaszon öntötte el sárral, kövekkel a síneket. A MÁV hétfőtől egy pályán újra megindítja a személyi közlekedést, de a hajójáratot a nagy érdeklődésre való tekintettel megtartják. Most lett a Dunakanyarnak egy saját hajójárata, egy saját hajókörjárata. Ez egy hopon-hopov típusú hajójárat, tehát egy körben Visegrádtól, Nagymaroson, Dömösön, Zebegényen keresztül egészen vissza lehet itt jönni. Bárhol föl lehet szállni, bárhol le lehet szállni, bármikor meg lehet szakítani bárhányszor az utazást, és nagy vissza lehet szállni. Fagylaltozókat, kávézókat ellenőriz az adóhatóság. A fél országra kiterjed az a razzia, amelyben az adózási és munkaerőpiaci szabályok betartását vizsgálják, írja a Magyar Nemzet. A revizorok nézik, hogy minden vásárló kap-e nyugtát, az üzletben megfelelően használják-e az online pénztárgépet, és azt is, hogy rendben van-e az árukészlet eredete. Fényderült több évekkel ezelőtti rablásra Pest megyében. A támadók rendszerint úgy védték el az áldozat vagyonát, hogy előtte megkötözték őket, majd alkohollal és vegyszerekkel igyekeztek eltüntetni maguk után a nyomokat. 4 évvel ezelőtt Biatorbágyon egy házaspártól tulajdonítottak el így ékszereket, 10 évvel ezelőtt pedig egy pénzszállítótól vittek el több mint 20 millió forintot. Elfogása után megbilincselték a rablással gyanúsított 35 éves budapesti férfit. A Pest megyei rendőrfőkapitányság több évekkel ezelőtti rablást is felderített most. Az úgynevezett kötözős rablók azokra támadtak, akikről biztosan tudták, hogy jelentős mennyiségű készpénzt tartanak otthon. Mindig szervezett csoportok csinálták ezeket a bűncselekményeket, szigorú feladatmegosztással mindig volt nyitó ember, aki kinyitotta a zárakat, széfeket, voltak erős emberek, akik foglyulejtették a otthon tartózkodó sérteteket, illetve biztosították, hogy nem mozogjanak, illetve természetesen működött egy komplett orgazdahálózat is mögöttük, ahol az értéktárgyakat el tudták adni. 4 évvel ezelőtt Biatorbágyon egy házaspárt kötöztek le, a férjet kényszerítették a trezorok kinyitására, majd a több 10 millió forintot érő egyedi órákkal, készpénzzel és ékszerekkel elmenekültek. Ezzel párhuzamosan egy másik rablásügy végére is pont került. 10 évvel ezelőtt egy Őrbottyáni takarékszövetkezetnél ütöttek le egy pénzszállító cég alkalmazottját, majd elvettek tőle egy több mint 20 millió forintot tartalmazó táskát, és motorral elmenekültek. Együttműködtünk nem csak a magyarországi hatóságokkal, hanem a külföldi társszervekkel is folyamatos volt a kapcsolat, illetve az információcsere. Nem titok, hogy a német és spanyol hatóságokkal gyakorlatilag naprakészen tartottuk a kapcsolatot. Eddig 4 gyanúsítottat hallgattak ki mindkét ügyben. Közülük 2 egyébként más bűncselekmény miatt már börtönben ülnek. Tovább tombol az ítéletidő Japánban, a felhőszakadások okozta áradásoknak és földcsuszamlásoknak már 66 halálos áldozata van Kyushu szigetén, 16 embert eltűntként tartanak nyilván. Az ár több mint 5900 házat öntött el, 300 háztartást teljesen elzárt a külvilágtól. A hatóságok 1 200 000 embernek javasolták, hogy hagyják el otthonukat és keressenek menedéket.